A kormány konszolidációs programja keretében 15 milliárd forintot különített el az egészségügyi ágazat részére struktúra átalakítás céljából, melynek keretében 100 kórház nyert támogatást. Ebből a keretből térségi együttműködéssel 105 millió forintot nyert el az Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet költséghatékony működtetést elősegítő fejlesztésekre. Esetünkben, ami az egyik legnagyobb öröm, illetve legnagyobb hatékonyság és együttműködés, az a Gyöngyösi Bugátpál kórházzal együtt valósul meg. Konyhatechnológia fejlesztésre pályáztunk, és nem titok, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk a Gyöngyösi Kórházzal e tekintetben is. A Gyöngyösi Kórház ennek köszönhetően több mint 200 millió forrás nyert egy tálalókonyha és annak felszerelése kialakítására, mi pedig az eszközöket, konyhatechnológiai eszközöket, illetve szállítóeszközt, amivel majd itt a 60-i kórház élelmezésén, konyháján főzött ételeket el tudjuk szállítani a Gyöngyösi Kórházban, tehát azt lehet mondani a jövőt illetően, hogy közösen fogjuk kifőzni az együttműködésünket. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy öröm számunkra. Ilyen térségi együttműködés egyébként már most jelen pillanatban is van a Salgótarjáni Kórház és a 60-i Kórház között, de a 60-i Kórház és a Budapesti Egyesített Szent István Szent László Kórház között is labor tekintetében. Én azt gondolom, hogy a Nógrád-Hevesi térség büszke lehet ezekre az együttműködésekre. Számtalan ilyen térségi együttműködést valósítottak meg az itt működő intézmények önerőből, pályázati támogatásból, de mindenképpen teljesen önálló saját kezdeményezésünkre. Én azt gondolom, hogy ez is jól példázza azt, hogy az egészségügyi intézmények rendkívül jó együttműködésnek örvendenek. A másik pályázatunk, amely szintén nagy örömünkre szolgál, ez az Aszódi szakrendelőt érinti. Ott ugye, aki ismeri a infrastruktúrát, az tudja, hogy a tüdőgondozó egy külön épületben működik. Ezt most ennek a projektnek a keretében be tudjuk költöztetni, és funkcionálisan racionalizálni tudjuk, be tudjuk költöztetni a szakrendelő épületébe, és megszűnik a két telephely Aszódon, az aszódi polgárok, az aszódi járás lakosai egy helyen, egy épületben vehetik igénybe azt a megújult, egyébként megújult radiológiai szolgáltatást, amit eddig ugye a főút mellett tudtak egy külön épületben. Én azt gondolom, hogy ez is egy óriási dolog lesz, és nem utolsó sorban meglehetősen nagy költségcsökkentéssel jár ez a kórházunk tekintetében, ugyanis a fenntartási költségek jelentősen csökkennek. A harmadik projektünk pedig az egy teleradiológiai fejlesztés. Eddig is működött már itt a kórházban az úgynevezett távleletezés, erről biztosan már sokan hallottak, ami azt jelenti, hogy itt a digitalizált technológiának köszönhetően a leletezés egyáltalán nem biztos, hogy helyben történik itt az intézményben, lehet, hogy azt éppen Debrecenben vagy Pécsen egy orvos kollega leletezi. Ez is jelentős költségmegtakarítást jelent, főleg ezekben az ínséges időkben, mikor a humán erőforrás nem minden esetben, vagy nem kellő számban áll az intézmények rendelkezésére, és ez a teleradiológiai fejlesztés is lehetővé tesz egyfajta térségi együttműködést a Heves megyében vagy Nógrádban működő egészségügyi intézmények között. Erre alapozva egy komoly kooperációra
kerülhet sor. Tehát mindhárom fejlesztésnek az volt a célja, az a fenntartó elvárása, hogy hatékonyságjavító, költségracionalizáló és mindenképpen megtakarítást produkáló fejlesztések legyenek. Én azt gondolom, hogy ennek maradéktalanul meg fogunk felelni. A közbeszerzési eljárások gyakorlatilag lezajlottak, az utolsó stációkat élik, most már a miniszterelnökségnél vannak ellenőrzésen, és én azt gondolom, hogy a június 30-ai megvalósításnak és elszámolásnak nem lesz semmi akadálya. Aki az elmúlt mintegy 7-8 évet végigcsinálta velünk, végig küzdötte velünk, az tudja, hogy a 60-i kórház honnan indult, és most hol tartunk. Nyilván nincs még vége a folyamatoknak, ezek a pályázatok is ezt mutatják. Mi azonban nagyon szerencsések vagyunk, egy dologból egy oldalról számolva, hiszen jók a szomszédaink. A fejlesztéseket, pályázatokat a legkönnyebb úgy elérni, ha együttműködünk. Ha együtt demonstráljuk az erőt, itt vagyunk mindannyian, ha bemutatjuk, hogy mi együtt akarunk dolgozni, és van értéke annak, amit munkát teremtünk. És ez történik. Én nagyon hálás vagyok mind a gyöngyösieknek, mind pedig az aszódiaknak, hogy ebben a folyamatban együtt tudunk dolgozni, és minél nagyobb értéket tudunk teremteni. Soha nem lesz vége ezeknek a fejlesztéseknek. A mai három fejlesztés, mind a három nagyon-nagyon fontos. Fontos Aszódnak, fontos Gyöngyösnek, és fontos nekünk 60-nak. El kell azt is mondanom, hogy 60-iként, és az itt a környékben élőként, elmondhatjuk mindannyian együtt, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a kórházra. Hiszen egy megfelelő minőségű egészségügyi ellátást találni, kapni a környéken, az egy nagyon nagy dolog. Nem kell Budapestre mennünk, nem kell Miskolcra mennünk. Mi itt a térségben élünk, itt is szeretnénk élni, és olyan színvonalú ellátást kapni, mint amivel biztosított a közeljövőben. És én nagyon szépen köszönöm az egészségügyi államtitkárságnak, hogy ez a gondolat, ez átment. Hogy látják, hogy nem csak a nagy fejlesztések azok, amik fontosak, hanem az olyan értékében talán nem akkora, de számunkra fontos. Mert fontos a konyha, fontos a járóbetegellátás Aszódon, és hát nagyon fontos az a diagnosztika, amit kapunk, mint betegek a háttérbe. Én úgy gondolom, hogy csak egy jövő lehet, abban az erővonalban még jobban összezárjunk, még nagyobb erőt tudjunk mutatni, egymást segítsük, egymást támogassuk. És ami hála, hogy így van, az emberek nagy részében él az a gondolat, hogyha valaki segít, támogat, kapok valamit, akkor azt illik visszaszolgálni, és alázattal szolgáljuk valamennyien az ügyet, az egészségügyét. Ez a jövő. Nekünk ezt kell végigvinni, és nekünk együtt kell fejlődni. A kulcsszó, amit már főigazgatóasszony és államtitkár úr is hangsúlyozott, az az együttműködés. Az együttműködésből eddig az én választókerületemben, ami két központú, egy gödöllői és egy aszódi járás központ köré szerveződik, az én választókerületemben a 60-i kórház és az aszódi rendelőintézet együttműködése több szempontból is példamutató volt az eddigiekben is. Ha végig gondoljuk, hogy honnan indultunk, néhány évvel ezelőtt az aszódi rendelőintézetnek a bezárásáról kellett gondolkodni, vagy kellett beszélni. Ma pedig azt látjuk, hogy az Aszódi Rendelőintézet a Golgamente egészségügyi ellátásának igazi méltó központjává válik. Hála annak a szervező munkának, annak az együttműködési készségnek, amit a 60-i kórház részéről mindeddig megtapasztalhattunk. Örömmel hallom, hogy egyébként ez a Gyöngyösi kórházra is igaz ez az együttműködési hajlam és készség, ami nagyon fontos lenne az egész választókerületre, illetve az országnak erre a részére is kiterjedne. Miért mondom ezt? Hát a központi régió és Budapest egészségügyi ellátó rendszere szempontjából igen nagy lemaradásaink vannak. Én ismerőseimnek, barátaimnak mindig ajánlom, hogy ha valami nagy baj van, akkor a 60-i kórházba szaladjanak, és mindenki elzülve beszél arról, hogy itt milyen csodák történtek az elmúlt néhány évben. Bizony ez központi régiós, Pest megyei, budapesti szemmel nézve valóban csodának tűnik. A választókerületennek a belső része, az agglomerációs része sajnos nagyon erősen érintett azzal, hogy a központi régióban most következnek majd igazából az egészségügyi rendszernek az átalakítása, infrastruktúrális fejlesztései, és egy ilyen 60-i kórház aszódi együttműködés keretében én azt gondolom, hogy a választókerületnek másik belső része, Gödöllői központi része, Gödöllői központú része is
hasonló pozitív változások elé nézhet. Tényleg csak kitekintési jelleggel azért szeretném megemlíteni, hogy a választókerületünknek a ilyen szempontból legfontosabb egysége a Flóth Ferenc Kórház 2020-ig egy 15 milliárdos fejlesztési csomagot kapott. Ebből már az idén egy 3,5 milliárdos nagy fejlesztés lesz, ami egy teljesen új épület, egy ilyen puffer épület, járóbeteg szolgáltató épület lesz, ahol a további átalakítások keretében a betegeket majd tudják fogadni, illetve további 1 milliárdos energetikai fejlesztés elé is néz. Tehát az Aszódi Gödöllői választókerület, két központú választókerületet nézve úgy tűnik, hogy ameddig eljutottunk már a 60-i Aszódi együttműködés keretében, az tovább terjed, és az Egészséges Budapest program keretében végre az agglomerációs rész, tehát Pest megyének a felső területei is olyan fejlesztések elé néznek, amelyek méltó és magas színvonalú ellátást fognak majd biztosítani. Legalább olyanokat, mint amilyeneket most már itt a 60-i és az Aszódi Kórház rendelőintézet együttműködése keretében látunk. Sztán István, Aszód város polgármestere mérföldkőként jellemezte a tüdőgondozó szakrendelés áthelyezését, valamint köszönetét fejezte ki a kórház vezetésének az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet magas színvonalú működtetéséért, fejlesztéséért. Az aszódi szakrendelőt érintő beruházás mikor veszi kezdetét, mikor fog befejeződni, és az épület mely részére fog kiterjedni? Várhatóan február elején, közepén fog ez az építkezés, beruházás elindulni. Reményeink szerint ez 2-3 hónap alatt, május közepére, végére be is fejeződik. Nyilván azért vesz ennyi időt igénybe, mert szeretnénk, hogy emellett, a beruházás mellett olyan logisztikai terv mentén haladjunk, hogy ez a betegellátást ne érintse, zavartalan legyen, egyik szakrendelés sem kelljen, hogy szüneteljen, ne forduljon az elő, hogy az aszódi lakosoknak, vagy az aszódi járás települései lakosainak be kelljen jönni 60-ba bármilyen egészségügyi ellátást igénybe venni, ott helyben meg tudjuk ezt oldani. Én azt gondolom, ilyen ütemtervet készített a vállalkozó, aki a közbeszerzési eljárást elnyerte, úgyhogy ez egy feltétel volt ennek a beruházásnak a tekintetében, és ez a aszódi lakosok, hát nyilván akik sűrűn látogatják a szakrendelő intézetét, tudják, hogy ez a radiológia röntgen részt fogja érinteni, az ott működő technikához csatlakozni fog a tüdőgondozóban létrehozott digitális technológia, tehát egymás mellett egy helységracionalizálással, helység átalakítással minden modern gép, amit beszereztünk az elmúlt időszakban, áttelepítésre kerül, és ott fog működni már a járóbeteg szakellátó központban Aszódon. Rendkívül indokolt ennek a telephely racionalizálásnak a végrehajtása, ugyanis a tüdőgondozó rengeteg ellátást nyújtunk, ami a számot illeti. Ez azt jelenti, hogy 12 településről, az aszódi járásból a tüdőgondozást több mint 10 000 lakos veszi igénybe évente, és ugyanennyi, közel ugyanennyi lakos, tehát 10 000-es nagyságrendű lakos veszi igénybe magát a tüdőszűrést is. Ezért rendkívül indokolt az, hogy egy telephelyen a jelenlegi radiológiához kapcsolódva, azzal együttműködve egy helyen tudják ezt a lakosok igénybe venni. Nem mindegy, hogy két helyre kell a betegnek esetleg különböző egészségügyi ellátásokért, szolgáltatásokért beutaznia, hanem magába a szakrendelő intézetbe mindent egy helyen igénybe tud venni. A konszolidációs programnak hosszú éveken keresztül az volt az elsődleges célja, hogy a kórházak felhalmozott adósságállományát, alapvetően a beszállítói tartozásokat bizonyos időközönként kiegyenlíthessék a kórházak, illetve csökkenthessék ezt az állományt. Tavaly év végével megváltozott ez a célkitűzés, és úgymond kétpólusúvá vált.
Tehát a kórházak, a nagy egészségügyi ellátó központok, azok nem csak az adósság konszolidációra, hanem a racionalizálásra is kaptak bizonyos összegeket, és ez az Aszódi Rendelőintézet 60-i kórház együttműködésében ennek az első eredménye, hiszen a 60-i kórház hozzájutott ilyen racionalizálási pályázati pénzhez, és ebből készül Aszódon mindaz a fejlesztés, az az összevonás, tehát a tüdőgondozónak a rendőrintézetbe telepítése, ami éppen ennek a célkitűzésnek, ennek a kormányzati célkitűzésnek felel meg. A lakosság láthat ugyanakkor akár ellenpéldát is, miből adódik ez? Nagyon nehéz összehasonlítani nyilvánvalóan akár nagy egészségügyi ellátóközpontokat, mint kórházak, akár rendelőintézeteket, járó betegellátókat, hiszen mindegyik a körzetének, a környező településeknek, az adott településnek a sajátosságait viseli magán. Azonban országosan jól látszik, hogy ahol ez a típusú együttműködés, mint a 60-i kórház és az Aszódi Rendelőintézet között megvan, ahol megvan a hajlam az együtt gondolkodásra egy nagy egészségügyi ellátó, illetve adott esetben egy városi rendelőintézetnek a vezetése, város vezetése között, ott ezeket a jó példákat, ott ezeket a fejlesztéseket, különösen most a racionalizálási keretekből, ezeket nagyon jól lehet látni, és ezt a lakosság érzékeli. Közvetlenül azzal találkozik a lakosság, hogy nem szűnnek meg ellátások, nem mennek el orvosok, sőt, ahogy itt a sajtótájékoztatón is elhangzott, orvosok, ápolónők, egyáltalán az egészségügyi dolgozók boldogabban és felszabadultabban tudják végezni a munkájukat, sokkal jobb körülmények között, mint korábban volt tapasztalható. Azokban a rendelőintézetekben, vagy azokban az egységekben, ahol nincs meg ez a hajlandóság, vagy a intézmény vezetése, vagy adott esetben mondjuk egy fenntartó város, működtető város vezetése részéről, ott nem feltétlenül tapasztalják a betegek ezeket az eredményeket. Ez még a jövő feladata lesz, hogy ezt az egységes egészségügyi rendszert, ezt valamiképpen az egész országra ki lehessen terjeszteni, hiszen a legfőbb cél az, hogy a betegek mindenhol ehhez ez a magas szintű ellátáshoz jussanak hozzá.